Az idén 20 éves Goff Kft. A kerek évfordulót jelentős fejlesztésekkel ünnepelheti. Ezek 50% állami támogatással összesen 2,3 milliárd forint értékben, három csoportban, kettő helyszínen valósultak meg. Az egyik helyszín ez a tároló és szárító kapacitás, ami mögöttem van, ez egy 40 tonna per órás szárítóberendezés, ami teljesen megújuló energiával működik. Úgy, olyannyira, hogy gázcsonkunk sincs, és egy 5000 tonnás tároló bővítést hajtottunk végre, így elérte ez a telephely a 60 ezer tonna tároló kapacitást. Jelen pillanatban malomnak a feldolgozó kapacitása az 45-50 ezer tonna per éves mennyiséggel van, és hát a Rejterköz 9 a malom épületén és a malom technológiájában valósult meg fejlesztés, szitaoszlopok, mérő berendezések. Az újítások számos pozitív változást hoznak, például az energiahatékonyság tekintetében is. Ezzel a szárítóval gyakorlatilag bár abban az időjárási környezetben, amikor a kombályok már tudnak működni, mi azonnal tudjuk fogadni az árut, és hát reméljük, hogy az időjárás, ha olyanra fordul, akkor is sokkal több terméket tudunk megmenteni megfelelő minőségben. A vállalkozás a környékbeli termelőknek biztos felvásárlási pontot nyújt, mondta Lengyel Tamás, malomigazgató. Jelenleg is közel 45 ezer tonna, 45-50 ezer tonna búzát felelünk egy évben, viszont a termelők sok esetben azzal a problémával találkoztak, hogy nem tudták megfelelően tárolni azért, mert nem volt megfelelő hely, ahol le tudták volna tárolni a terményüket. Azzal, hogy mi terménytároló helyet biztosítunk nekik, felvásárlási pontot biztosítunk nekik, és a későbbiekben egy szoros együttműködést szeretnénk kialakítani, ami arra szolgál, hogy vetőmagot, műtrágyát és inputanyagot is biztosítsunk. Az átadó ünnepségen felszólalt Nagy István agrárminiszter, aki beszélt a mezőgazdasági piac nehézségeiről és annak okairól. Úgy fogalmazott, ha meg tudjuk oldani azt, hogy a hozzáadott érték és a feldolgozottsági szint több legyen, akkor a jövedelmezősége is több a gazdatársadalomnak. Ez a beruházás is pontosan ezt szimbolizálja. Mert termelni tudunk, termőhelyi adottságaink megvannak. Na akkor hogyan tudjuk emelni a feldolgozottság szintjét? És ezért jó a mai nap, ezért kiváló példa a mai nap, mert a válasz itt van előttünk. Ez a válasz. Szárítókapacitás, modern tárolókapacitás, modern feldolgozókapacitás. Süli János, a térség országgyűlési képviselője az innováció fontosságáról beszélt. Arra tényleg vigyázni kell, hogy a világ tőlünk függetlenül néha segít, néha nem segít, de aki okos, az különböző eszközökkel és jó kollektív vával együtt túl van minden ilyen krízis helyzeten. A vállalkozás vezetői remélik, hogy a következő időszakban is hasonló volumenű fejlesztéseket tudnak majd végrehajtani.